Nos, hát üdvözlöm a kedves nézőket, folytatjuk a Mechanika Múzeumot, így most megnézzük, sajnos vissza kellett mennem a minőségben, mint felvétel 1440p-re, ugyanis nem tudok akkora minőségben rögzíteni 4K-nál, hogy azt a kép minőséget lássam, amit én szeretném. Úgyhogy megfordítottuk a világot, és 4K lesz a bemenet, viszont csak 1440p a kimenet. Így. Az is eltakarva, és reméljük így jó lesz. Így élesebb lesz a kép, most az iPhone-ról fut a kamera, úgyhogy sokkal szebb a képünk, mint amilyen volt. Bár a Logitech ilyen kevés fényben nem hajlandó normálisan menni, mert ugyanaz a fény van fönt, ezért csillogok, viszont cserébe látható vagyok, és a green screen is majdnem tökéletesen megy így. Na hát akkor folytassuk a játékot, elvégbe fél távnál vagyunk, mert 5 vagy 6 chapter van. Ugyebár itt a következő chapterünk. Az előzőben, ott nincs már ott az asztalom. Levél. Igen. Körbe tudjuk járni, ideig akkor az nem az. Jó. Van itt egy jó kis, hát, golftáska. Ugyebár ezt itt föl lehet kapni hátra, így várra. Erre zár, erre nyit. És akkor különböző megoldások, meg ez itt nagyon látványos, hogy ez itt szerintem nyitható. Ez. De először nézzük meg a levelet. Na. A levél hátulján semmi. Most akkor próbálkozzunk meg megint ebből a Google fordítós mókával, csak most másik készülék által. Ugyebár most ott be van fogva a kamerának. Angol-magyar. Nem lesz olyan gyors, mint a... eddig ilyen. Tehát meg az élőkép is akad. Ja, hogy ez nem képes élő fordításra? Miért nem képes? De képes, csak baromi lassú. Oké. Előzetes felfedezés jelentés. Az ismeretlen anyagból ezen a ponton még abban sem vagyunk biztosak, hogy a természetes eredetű-e vagy mesterséges. Ennek a tételnek a kinyerése különösen bonyolultnak bizonyult tekintettel az hashtag hivatkozás. Aha, elég érdekesen fordítja a magyart. Most ha így nézzük. Jó. Mert ugyebár a hashtag az itt a harmadik sorban van már, de ott közben meg már a szövegben máshogy mutatja. 8-as pontban külön szállítják a múzeumban elhelyezkedésre vagy elhelyezésre. Ezt eszemét vennek a tárgynak szokatlan fizikai természete megvédte a Tenshi branch során. Ja, mert hogy itt az éppen, hogy átlátszik és el tudja olvasni a... Google-nek a translate-je. Oké, okay. Érdekes, mert ugye már rosszul van kitakarva. Jó. Az általa felszabadított energia meglehetősen hatalmas, minden szeszély teljesen hidegen marad, de a felfedezés követően hadművelethez kapcsolódó katonai csapatok számos lehetséges alkalmazást említenek, 411-es és 416-os csapatok Dr. Brenner vezetésével, és a megjegyzés nagy energiakibocsátás óvatosan használja. Nice. Na hát most már erről is tudunk, hogy ez valami veszélyesebb cumedli. November 10 és nem nagyon látunk itt semmit. Extrát, ami érdekes lehet, úgyhogy nézzünk rá erre a kapcsolóra, hogy mi van itt. De ez a kulcs, találtunk egy kulcsot. Oké. Okay. Akkor... ezzel nem tudunk itt mit kezdeni. Akkor...
akkor a kulcsal szerintem a tetején nyíli. Le tudjuk másolni a kulcsot? Nem, az itemet nem lehet duplikálni. Oké. Ide, hoppá, van valami a tetején. Beragadt, ő azt mondja, hogy engem a teteje érdekel. De ezek szerint adott csak simán grafika. Így 4K-ban amúgy sokkal szebb a játék képe. És nektek is lesz, az lesz most 1440p-be. És ahogy látom, van ott még két doboz, meg egy harmadik cumó. Sőt, három doboz is van, még ott vár ránk. Jó. De jövünk, megnézzük, hogy a kulcs beleillik-e. Bele. Elfordítjuk. Ez most lejön. Arra kinyitjuk. Így. Oké. Most azt le kell tekerni róla. Ó, egy piramis, meg egy kép. Találtunk egy kicsi piramist. 3-7 az már megvan, az másik vége az ki van takarva. Nézzük csak meg. Aha, de itt 1-es van, szóval nagy eséllyel, akkor itt meg 0 van, 037 a kód. Tippem alapján. Otto showing a lock. Oké. A kis piramison ott van egy gomb. Meg itt 2. Multicolored pyramid, what could be purposed? Színe, többszínű piramis, mire szolgálhat? Ha majd kiderül, viszont akkor menjünk ide egyet vissza. Mit mondtam, 037? Igen, 037 a kód. 0, sőt, nem 0, mert az 1-es alul volt, akkor 2, 3, 7. Tada! Jó, ez is elforgatható. Kukucs. Ó! Így magától kiemelkedett? Egy kő. A stone. What could I do with a rock? Mit kezdjek a sziklával? Chapter 4. Na nézzük. Ide felraktuk, nem ér is, ne vagányon. Egy kő, mit kezdjek-e veled? De arról volt, hogy magas energia része van, és az ott villog. Igen. Vannak rajta különböző képzék. Na, hát itt van három ilyen cumedli, amit lehet forgatni. Mi lenne, ha ezt középre forgatnánk? Where did they find that much dust on Saturn's rings? Mit találtak a porban a Saturnus gyűrűjén? Vagy merre találtak a Saturnus gyűrűjén ezt a akármi? Ez ott szerintem jó. És ezzel még nem tudok mit kezdeni. Viszont nagyon úgy néz ki, hogy ez elmegy arra. Úgyhogy forgassuk tovább. Eljön erre, és itt megszűnik létezni? Alul semmi, fölül... Az itt lejön, és itt megszakad. I never seen any crystal like this before. Sosem láttam korábban ilyen kristályt. Itt a tetején is lehet valamit csinálni. Igen, megint a kristályról pofázik, és ez itt ilyen nyilak, vagy útvonalak el arrafele, ami szintén érdekessé teszi a dolgokat. Na nézzük te veled. Igen, piramis színekkel. És mi lenne, ha átfordítjuk, és téged ide rakunk? Semmi. Akkor ide. Semmi. Ide. Semmi. Hova lehet még kattingatni, ami jó? Tetejére mondjuk.
Nem. Jó, ezzel valamit még kezdeni, mondjuk a csavarhúzóval. Semmi. Mágneses csavarhúzó. Oké, ezt még tovább lehet forgatni. Nagyon szexi hangja van. Csak tippeltem, hogy annak úgy kéne állni. iPhone, iPhone lock. Találtunk egy zár. Van egy zárunk. Érdekes. Akkor csak szórakozni kellett vele, hogy elforgatom. De így most már megint más a világ, és van mögötte egy cucc. Ó, mi van a hátulján? Ilyen ábra. Ami szerintem megoldó kulcs. Oké, balra. És mi történik? Na kösz. Nesze neked szikla. Pretty as less, but pretty. Érdekes. Bár az interesting lenne. Csinos, haszontalan, de csinos. Jó. És átkattintva. Visszamegy. Érdekes. Elindulunk a túloldalra. Ó! Igen, korábban sose látott ilyen kristályt. Azt mondja, és ez egybe van. Á! Szóval téged lehet forgatni. Nice! Érdekes, érdekes. Közben megjött a masin. Rá, chips. Jó gamer, chips élet. Vagy jó chips gamer élet. Szóval. Ez itt egy látványos hatszög, de a piramisunk is hatszög, ide be tudom rakni? Be hát. Aha. Jó, akkor gondolom szórakozni kell a irányokkal. Az megvan. Szerintem téged alulról kell innen behozni. Nagyon adja magát. Itt tovább megy a energia. És az egyik fele megvan. Oké. Okay. Játszatja magát a játék, adja, hogy mit kell csinálnunk. Jó. És ha most átkapcsoljuk. Akkor újra leválnak a darabkák. Oké. Okay. És ezek itt vannak, van fókusz hibába is, azaz túl közel. Depth to field effect, ha jobban tetszik. És akkor itt meg gondolom össze kell hozni a dolgokat. Aha. Köszi. Mondjuk az oda. Az oda. Nem. Van itt másfajta jel, ami mondjuk oda följön. Mondjuk, hogy onnan behúzzuk a jelet? Innen. Nincs. Akkor az oda. Hát meg addig forgatom, amíg jó nem lesz, vagy mire gondolunk? Mire gondol a költő? Engem. Mert ide kéne átvezetnünk szerintem. Méghozzá önmagába szerintem. Az az valahogy össze kéne forgatni. Így. De ezzel arra megyek, akkor már nem lesz ott jó.
rossz gomb. Jobb gombot nyomtam, közben a kamerát akartam mozgatni. Na, szerintem minden kell áthozni oda. Nem látok másot rajta ilyen jelet, ami kellhet. Igen. Mondjuk úgy. Mondjuk így. És így köze nincs hozzá. Az egészet egyel arrább rakjuk. Megvan. Kérem szépen, megvan. Az vissza is megy, és ott ki is nyílik. Bum. Nem? De gagy. Most már te kinyílsz. Ki hát? Jaj, de pofa vagy. Most gondolom minden kell elvinni. Sokabban megoldásokkal. Oda. Kösz szépen. Na, ott is van még nagyon nice. Jó, csak kérdés, hogy hol tud bejönni a cumó. Na, kell már ki magadat úgy. Azt mondja, hogy ő a helyén van. Ami ejtünk, baromság. Na, ez bonyolultabb lesz, mint gondolom. Az is a helyén van. És oda nincs út leosztunk. Az ide nem jó, az ide való. Ez a kettő tök mindegy, mert az ugyanaz. Viszont hogy fogunk oda visszahozni jelet? Az oda. Na, köpt ki. Az oda. Oda és föl. Oda. Az ide le. Az ott a helyén van. Ide. Ide. Ez meg ide. Így, pöttyöl pötty. It's now connected, I wonder what it controls. Most ez működik. Csodálkoznom, mit fog irányítani? Meg kell találni a telefont, ami fordít. Most már csatlakozhat valami, kíváncsi vagyok, mit vezérel. Ja, nagyjából ezt mondtam én is. Éljen a hurrá. Akkor ez itt elmozdítható a tetején, de csoda vagy. Szóval egy rohadt nagy konténer, azaz tároló van rajtunk. Ezek szerint itt. Kukucs. Itt vannak göböcskék, 5 darab. 2, 4, 5 darab. Köszi. És akkor te ide. Te oda. Igen. Ezek semmi, akkor most kell a screwdriver? Nem. Jó, elege erotikus hangja van, bassza a fülem. Jó. Érdekes, ne felejtsd, hogy ezek alien technológiák, és 2038-ban járunk.
Ezzel szintén nem tudunk még mit kezdeni, és ahogy látom, a csavarhúzóval sem tudunk mit kezdeni, pedig adná magát, hogy ezt kicsavarozzuk. Azokat. Azokat sem engedi forgatni. Hát, nem látom, hogy bármi változott volna, hogy ezt elhúztuk. Vagy lehet, hogy csak egyenesig kell húzni őket? Lesz-e neked logika? 200-ú. Na itt egy végtelen 8-as autópályát láthatunk. Despair is in a bad state, it's unusable. Ő úgy gondolja, hogy ez nem, nincs használatban, de amúgy jó pofa a karakterünk, hogy úgy magától rájön, hogy ezeket amúgy nem kell használni. Na, ez a gömb rossz állapotban van, használhatatlan. Akkor viszont lehet, hogy a másikra le kell cserélnünk, nem? Mert ez itt meg egy végtelen 8-as. This metal spare is easy removed. Ez a darab könnyen kijött. Lett egy metal spring. Akkor téged szerintem leklónozunk. Adja magát a játék, hogy mit kell csinálni. Oké. Vissza is rakunk, hadd örüljél. Végtelen szer 2 az dupla végtelen. Igen. Ja, hogy te így váltogatható vagy 8-asra, meg mindenre. Igen. Akkor kék. Kék. Piros, lila, zöld. Oké. De Ácsi lilára váltott. Akkor zöld és lila. Azt nem mondta, hogy ja, hogy melyik oldalt mi legyen. Oké, lila. Majd utána piros. Oké. És kétszer kék. Kék. Megvan. És ezzel bekapcsolt az atom. Azt mondta, veszélyes és nagyot lő. Bum. Ennyi. That's it's quiet and impressive amount of energy, but what does it power? Ez egy picit impresszív, azaz meglepő energia volt, de... egy kijövő energia, de mit? Ez elég lenyűgöző energiamennyiség, de mi a hatalma? Érdekes. Chapter complete. Igen, chapter complete. Jön a 5-ös. Elvileg ez a vége. És néztem a játékonak, hozzáadtam már wishlistre a következő részét, amit elvileg augusztusban vagy mikor jön. Ami az Atlas néven fut. Az az Mechinika Múzeum. És kidobott a játék. Csak ide, kellett róla beszélgetni. Meghinik a múzeum, Atlas néven fut, és elárulok annyi titkot, hogy ott már elvégbe tudunk FPS módba mozogni, nem csak így, és a Atlas hajón leszünk, amit ugyebár az előző részből láthattatok, akkor ott a gép kereste, hogy hiányzik neki a csomó. Na nézzük. Körbenéztük a dobosztotot, ott is van egy fogantyú. És akkor this is letter, kezdjük mindig a levéllel. Oké, jelentés a felfedezésről, multiple functions item, több funkciós item, strong enough to even. Elég erős valamire, itt most nem nagyon van kikapva semmi. Már lehet, hogy ezt a Google vacakjel olvassa, mert ott van valami, és az AI egy kicsit jobban lát, mint az ember.
Similarity object. Elvileg ez valami adatfeldolgozó adat lesz. De mindjárt megcsekkoljuk, szóval. Na. Több funkciós elem elég erős ahhoz, hogy még bele is tudjon dolgozni. Hasonló az objektumhoz a gép által tárolt adatok nagy értéket képviselnek. Érdekes lenne ezeket az adatokat kinyerni. Feltétlenül kérjünk segítséget, hogy múzeum által jó vagy ott. Imkhonra szakosodott. Ide van írva az Imkhonra. Csak ugyebár ott valami más lesz. Imkhon. Valamilyenre szakosodott amúgy. A tárgy bár kezdeti mérések beleférnek az emberi nyakba. Hát igen, objektum külseje belefér az emberi nyakba. Óvatosan kell eljárni a használata során, helyszínvezető úr. Ez a hely területmenedzser úr, mister akárki, egy csomó hashtag. Eléggé. Van egy csöndes felirat, azt is. Elviekből megfulladt, ahogy valami hasonlót magyaráz. Megám, eléggé megfulladt a nitrogén többlet okozta az emberi tüdőszemre aktivitás során, és 416-os csapat. És azt mondja, hogy ez kettő oldalas, azaz fordítsuk meg. Aha. És itt van egy 1359-es kód, valószínűleg ez fog kelleni nekünk. Nice. Szóval elvégbe föl lehet venni az emberi nyakra vagy fejre ezt a cumót, amit itt talál, kinyitunk mindjárt. És akkor... Jó, volt a kód, mert már elfelejtettem. 1359. 1359. Egy lokkolva. Ez kinyílt. The driver has unlocked. Hát ugyebár a fiók kinyílt. Tetején semmi extra. Ugyebár itt is látjuk, 2038 ez a dátum, szóval 2038-ba járunk. Kukucs, ó, de sok minden kérdél, the driver is empty. A fiók üres. Lehet, hogy a fiók hazudik? Vagy van a gépnek két oldala. Engedd el, ahogy. Semmi. Igen. Ott bármi. Hát látszólag semmi. És ha kicsit világosabbra nézek rátok a streaming monitorra, ott sem tűnik fel semmi extra. Oké. Okay. Aha, másik irányba is el lehetett tolni. Kukucs. Így, hoppá hoppá, itt is van egy letter, szóval dupla fiók rendszer. A7861. Vagy, hát pedig ez A7861-nek tűnik, vagy 1908 LV, ami meg ugyebár 55. Azt hiszem az L az a római 50-es. Nem akarok butaságot mondani nagyon. Vagy a 7861. A... Egy. Tadam! Ki is nyír? Na mit kapunk? Belessünk? Kukucs, hungarocert már látunk. Ó, nyaklánc, szóval ezt vették föl, és hogy az emberi nyakba belefér, de szén-dioxid túltengést okozott. Nem vesszük föl. Kukucs, nem? Nem? Kukucs. Na jó, nézzük meg, mi ez. Vegyük fel a nyakunkba, és egy nagy levegő. Chapter 5. Click to continue. Na, bármi megjegyzés, semmi. Kukucs.
There the strange symbol here, what could it be? Ez itt egy idegen szimbólum. Mit jelenthet? Vagy mit jelent? Mire gondol? Van itt egy furcsa szimbólum, mi lehet ez? Na hát akkor itt megtaláltuk ezt a cuccot, ami protosz kristály. Oké. Le tudjuk duplikálni? Nem lehet, csomó mindent nem enged nekünk a játék, de az a része megvan. És akkor valószínűleg a kristály kell ide. Ennyi. Egyből éjszakát csinált. Nice! Szóval ez mi akar lenni? Csak hogy nicce-micce legyen, rágyújtok közben. Hát az elszállt a mikrofon kategória egy kicsit bosszantó. Igen, itt van előttem a mikrofon, működik, csak előbb kikapcsolta a füles magát, mert ledobta a Windows magát, eldobta az agyát. Majd közölte, hogy akkor jó, hát új hangeszköz, de vicce érzékelhető, akkor diszablézzük őt is, meg őt is. Szóval kilőtte a mikrofont is, meg a fülest is. Mindezt úgy, hogy a Windows-on nem változott semmi. És frissítése. Egyetlen újdonság, hogy más a kamera, és megy mögötte a másik kamera. Wow! Akkor folytassuk. És akkor megnézzük ezt az eszközt, hogy mit csinál. Szépen kinyílt. Ti tudtok kínaiul? A űr kínaiul? Az ilyen diszk formájú. Haha. Igen. Ja, hogy ezeket el kell forgatni. Akkor a kulcson vannak számok. Állán és mindegyiken más, akkor melyik az eleje? Te vagy az eleje? Meg itt négynek kell lennie, akkor te vagy a közepe szerintem. Mindegyiken olyan az izéje? Igen. Nicce-micce. Ilyen fejhallgató cucca van itt oldalt, he. Abba szépen dörrehet a subwoofer. És ide is át lehet jönni, de jó pofa. Akkor itt van egy szimbólum. Még egy idegen szimbólum. Talán lesz még több is. Igen. És akkor a túloldalán. Most meg egy alsó vonás van. Mondom, jobb gomb engedd el. A tárgyat forgasd meg. Itt nem látok másikat. Mind a két oldalt ugyanaz a szimbólum van. Ez a hangcsórójkon lefele. Ezzel tudunk mit kezdeni? Az az ikon. Jó, a hangcsórikon már megvan. Akkor ott lent van egy ilyen kör ponttal. Azt ide alulra is be lehet állítani? Nem, viszont ide be lehet állítani. És akkor ide meg ki kell találnunk, hogy mi kell. Hogy a kettő együtt mit ad ki. Mert...
ott meg egy, nem, így, ha szintben nézzük, ugyebár oldalt van egy jelölésünk, adott. Alul van egy jelölésünk, ez, adott, ami nincsen. És van... Ott is egy jelölésünk, egy áthúzott karika. Ez. Szóval akkor ezek mind megvannak. Igen. Kulcs. Nem. Azt elforgatni, nem. Esse. Mire nyomjunk. Újra kellett neki. Na, kaptunk még egy szimbólumot, nagyon nicse. Egy áthúzott körös kör, amin van egy fél. Akkor téged át kell forgatni majd valahogy. Gondoltam, te vagy ide. Jó, ez nem változik tőle. Kör. Másik kör, kis kör. Ez. Szerintem ez a kód, nem? Vagy honnan megyünk, hova? Az ott gömb. Ez kb. Így néz ki. Van belőle másfajta, nem más oldalú van, nekünk ezt kell. Ez egy ilyen áthúzott. És itt meg egy alsó ilyen. Nem? Nem ebből áll össze? Akkor ebből van két részes? Van két részes, így. Na, kaptunk egy maszkot és meg van törve. Lesz-e neked szénmonoxid hiány, mert sérült az eszköz. Kukucs. Az ide lehozza magát. Engem, bármi duma róla, hogy ez mi akar lenni, semmi. Kattintatok én mindenfele. A lyukat itt gyönyörűen nézi, hogy valakit becsapódott. Igen. Ezzel már nem tudunk mit kezdeni. Ezzel se. Ez egy pajzs. Kukucs. Hát, mondta, hogy felveszed most. Ott van egy szívecske. Kukucs. Na, betöltött a rendszer. Igen, ha jó baj. Aha. Utolsó szignál lost. Na, nézzük. Fogalmam sincs, mi történt azzal, aki ezt a sisakot viselte, de úgy tűnik, itt valami nincs rendben. Azt mondja, az I have no idea what happened to, azaz nincs ötletem arról, hogy mi történt. Whoever, aki was wearing, viselte this helmet, ezt a sisakot, but it looks like something wrong, de úgy néz ki, valami baj volt, vagy baj van. It's going on here, az valami nem stimmt itt, azt mondja. És ezzel meg is vagyunk az ötös chapterrel. Jöhet a következő. Szép nagy konténer. Mert ott meg van minimum, még mindig három doboz van, ácsi öt szétszedtük. Ja nem, itt vannak a megcsináltak. Akkor ez a négy, meg ugyebár a szkenner volt együtt gyött, és ez volt leghátul, akkor ez az utcsó. Na hát akkor első körben menjünk ide vissza, nézzük meg. 05 RTSA. Szépen körbe járjuk. Figyelem, azt mondja. Air pressure, ugyebár ez egy légzsilipzár. Hát most vagy mi vagyunk ilyen baromi nagyok így, hogy nézelődjük, bár itt a szobát
Elnézve nem. Ez elég kicsi valami. Add ide ezt a lettert. Oké. Ez egy motor. Engine for small sized vehicle from the... Motorja egy kisméretű járműnek, az akármilyen civilizációtól. This device can most likely cover great distance thanks to this combined. Ez az eszköz végül is takar nagyszerű távolságokat, azaz gyorsan lehetett vele nagy távolságokat átmenni. Valami generátor. Igen, két ritka technológia van egyben. Hát akkor mindjárt elolvassuk normális, hogy ez mi akar lenni. Motor kisméretű járműhez, a akármi civilizációból, ez az eszköz nagy valószínűséggel nagy távolságokat képes megtenni. Kombinált generátorának és kristályos root koncentrátoroknak köszönhetően két rendkívül ritka technológia. Ennek ellenére, hogy leszállást találták, a gép működőképesnek tűnik, az lezuhant. A crash landing, ugyebár, ott a harmadik sorba a fekete nagy után írja. Mondanunk sem kell, hogy a katonai partnereink már látnak nyilvánvaló alkalmazásokat a múzeum csapatának segítségét kérve az odajutáshoz, azaz, hogy fel tudják használni. Az ilyen típusú kezdeményezés egyre inkább blablabla, moreover, a moreover jelentése. Ráadásul vissza a földre, mint leghamarabb visszaküldik a földre, és ütem alul. Megjegyzés, ne kezelje a root koncentrátorokat puszta kézzel. Hoppá, hoppá. Szóval most kettőt kéne fölvennünk. Vagy mi leszünk a csúzön van. Nem béké hagyod azt az exit gombot. Sitz, így. Csak hogy jó legyen, mert a trimmer gépegere elmozgott. Jó, túloldalán semmi. Oké. Hát akkor azt mondja, hogy ne kezeljük puszta kézzel, de én azt akarom. Ezt a kettőt szét kéne majd nyitni. Nézzük, itt mi van. Something can be screwed here. Valamit tudok ide becsavarni. Csavarozni? Csavarhúzóval semmi, akkor ide valamit be kell rakni címszóval. Nézzük ezt. Egy, kettő légzsilip nyíljál ki. Ó, meg szétjött egy üveg. Unlock. Te is nyíljál ki, és kimászik az alien. Talált egy nagy csavart, hoppá hoppá, akkor itt egy csavar volt le. Nézzelve, de nekem szerintem magukból kettő kell. Nem lehet duplikálni, akkor nem kell belőle kettő. Azt próbáljuk meg a túloldalára beilleszteni. Arra, hogy nézem, itt a forgás irány meg az ellenkezőben van. Na nézzük, jön alien vagy nem jön alien. Kinyílt az oldal, a jó rozsdás volt. Talált egy kart. Na, a kart le tudjuk duplázni? Mindent le akarok duplázni. Le. Le tudtuk duplázni. Akkor ide kell nekünk ez a két kar szerintem. Egy. Pontosan. Kettő. Open. Open. Puszta kézzel. Ó. Oh. Egy vasököl. Hát tök úgy néz ki. Itt bemegyünk a kesztyűbe, és itt egy a körrész. Chapter 6? Lássuk milyen. De ezt már nem rakjuk a lebegő cumóra. Az ott valami piros, meg itt egy fogó. Na. Találtunk egy pár pliers-t. Szerintem az fogó szeretne lenni, kép alapján. Egy fogó. Ennyi. És a Jufangra mondja ugyebár, hogy te találtad.
hogy a jó ev neked van. Jó, lett egy fogónk. Itt látványos, hogy ide kell valami. De nem mondja el. Tetejére nem lehet. Oldalára lehet. Kinyitjuk. Nem nagyon hagyja meg. Dubla oldala is van. Így. Továbbra sem nagyon hagyja meg. Lehet, hogy még korai volt kinyitni. Kukucs. Deliveristuk beragadt a karasszonyja. De ott látok kettő ilyen csomót. Tetejével mit lehet kezdeni? It looks like this part attached this engine to something, probably vehicle. Úgy néz ki, hogy ez a darab, ugye alkatrész, csatlakozik a motorhoz. Úgy tűnik ez a részt a motor valami. Rész valamihez kapcsolta ezt a motort, valószínűleg egy járműhöz. Oké. Okay. Ez az a meghajtó tengelyünk akkor. Hát ide kéne egy kulcs szerintem. Tetejével nem lehet mit kezdeni, meg ezzel se. Ezt meg nem hiszem, hogy ezzel kéne szétszedni. Itt látványos, hogy aha, akkor csavarhúzó. Igen, a csavarhúzó. Keresünk neki megfelelő formát. Ami szerintem ez. És ebből kell oda. És csak kettő kell. Még a másikból meg... Talán. Ezen kéne valahogy nagyítani, de... Most abból mi lett egy? Ja, kettő. Jó, csak úgy egyet mutat. Úgy nem lesz jó. Kocka. Ó, várjál csak. Én a másik irányba is tudom ezt vinni. Akkor... Tada! Csavar kinyitva, és ki is nyílik a pajzs. Jaj, de gyönyörűen nézel ki. Ó, már megint egy rejtvény. Egy ilyenünk már volt. És most piszkálva a part. Nem, továbbra is be van ragadva. Oké, most mások a vezérlők. Ebben lehet kibe mozgatni ezeket. Ezzel meg ezeket mozgatni. Oké. És továbbra is ebbe az irányba, meg abba az irányba kell ezeket eltilitolikázni. Hát... Baromi jó vagy. Ágám. Jó. Egy eltilitolisztalak. Menjél arra. Gyere át. Szabad itt is az út, meg itt is az út. Menjetek tovább. Váltsatok. Mehettek tovább. A két ilyen helyeteken vagytok, és elviekben senkit nem befolyásoltok. Így jöhetnek a mesügék, amit kékszelünk, így, és így. Kész. Engine starting. Mi koporog?
Valami reagál rá? Mondom. Na, ez lesz az energia meghajtása. De csak hozzá se kellett nyúlnom. Robban? És ott egy buton. So that's what's stomp overhead. Szóval ez az, amit a kő meghajt. Nem tudtam nem észrevenni ott az atomsugárzás jelet. Ott. Látványos. Boom. The screw is strange. Ez az csavarhúzó. Csavar idegen. Jó, és akkor gondolom a levert még mindig nem lehet lehúzni. Jó, hát akkor megint csavarodunk egyet szerintem. Ezt megnyomjuk, és bum! Kinyírt az eleje? Ó. Nem lehet nicce. Szóval akkor itt van valami, amit be kéne állítanunk optimálisra. Éppen elforgattuk. Szarik ránk. Akkor ez a... Na, sicu van. Mondom, sicu van, így. Csavarozzuk meg. Jó. Kell nekünk egy ilyen forma először. De menj oda be. És legyél belőled három. És te pedig... Hát, mi legyél? Talán te. Legyen belőled négy. Négy. Nesze atomreaktorja. Sugárlás. Nem véletlen volt az a logót, bástya. Fogó. Ha már arra volt, hogy ne fogjuk meg kézzel. Jaj, de gyönyörű vagy. Találtál egy radioaktív bárt. De cuki. Jó, hát, duplázzuk le. Nem lehet. Akkor nézzünk be oda. Nem lehet. Jó. Engedd el. Itt mi van? Itt vannak. Ilyen állítgatható csomók. Azt hittem, hogy azon belül is lehet állítani, de nem. Csak itt fénylik ezerrel, azért nem látjuk, hogy ugyanilyen pin van ott, mint ahogy itt is itt van. Na, ott van egy lyukunk. Oda benézni. Oda be tudunk nézni. Kukucs. Jó. Elég korlátozott a látóterünk, itt most nem tudom, mit kéne látnunk. Az, de hát majd kitaláljuk, mit lehet itt látni. Előrébb tudunk menni? Tudunk előrébb menni. Ó, na itt van a kutya elásva. Ott van három ilyen cumó. És akkor nektek... Felem, fönt... És lent kell állni. Oké. Okay. Hogy így jövünk ki belőled, jó. Helen. Te ott fent. És azon meg van egy ilyen jel, meg azon is. Az ott van gombön, az ott van gömbön. És ha most nézünk be.
Az jó. Az is jó. Az nem jó, az jó. És akkor ennek majd kell visszább jönnie, csak most még útba vagyunk. Így. Ugye a három turbó elgyorsul abba az irányba. Na, el is megvan. És akkor itt optimálisra fel kell húzni a nyomást. Azzal vissza, azzal előre. Oké. Oké. Nem. Lehúzlak és rátollak. Hoppá, egy kicsit sok vagy. Mert gondolom végállásokba kell lennie. Azaz így feleken nem lehet. Ez ilyen picit mozdít. Meg ilyen baromi sokkal. Nem. Erre növeljük, arra csökkentjük. Akkor téged ráadunk. Most ezt ki kell sakkozni, hogy hogy lesz, jó? Az ráad. Az is ráad. Az karcsú. Ez a jó. Így lesz a jó. Még most bement valami oda. Megkaptuk a kart. Oké. Na hát szerintem föl fogunk szállni az űrbe most. Sugárhajtómű, de jó pofa vagy. This energy bar is damaged. Ez megsérült, azt mondja. Bár az atomot kivettük belőle, úgyhogy elviekben olyan sok minden nem csinálhat. Jó, ki tudlak venni? Ki hát? Azt mondta, hogy az atomot kell oda berakni. De. Bum. Vagy most mi a terv? Hogy mindenki mindenkivel legyen haver, vagy... vagy mi? Aha, ő piros lett. Mindent végig kattingatok, meglátjuk mit csinál. Ők itt nem haverok, azt mondja. Téged kiveszlek, akkor így jól vagy. Téged veszlek ki, te vagy jól. Téged veszlek ki, ti rosszak vagytok. Oké. Akkor most mindenkinek kéknek vagy pirosnak kell lennie. Mi a terv? Nem mondja el a játék. Bár kezdetben minden kék volt, úgyhogy... Lehet, hogy mindenkinek pirosnak kell lennie. Te nem vagy jó színű. Téged is ki tudlak venni? Nem. Tessék, mindenki piros. Most ez nem jó? Vagy mindenkinek pont az, hogy az ellenkező színűnek kéne lennie. Van még más, ahova itt tudunk kattingatni?
Látvány szerint nincs. Igen. Igen. Most mindenki barna, ez se jó. Nem volt jó se kéken, se pirosan. Mi alapján kell kitalálnunk, hogy milyen szín kell nekünk. Ingatok itt erről, hogy máshova át tudunk-e nézni, de... Látványosan nem. És a kivett atombizbasz sem nagyon mondja meg, hogy mit akarunk. Vagy bármi és akármi. Vagy emlékezni kéne valamire, amire nem emlékszünk. Igen, ezt bekapcsolom, oké, erre nyíl. Hogy erre nincs senki. Ezt kapcsolom be, arra. És ha csak azokat kapcsolom be, ahol van összekötés, ilyen nagyobb csomópont, így bárki hova? Ez ide, ide, oda, vagy azokat nem kell bekapcsolni, amik ilyen nagyon-nagyonok? Az az mondjuk téged nem, de téged meg igen. Mint hogy pirosabb lenne, mint kéne. Azt nem, de ezt igen. Vagy nem. De azt bekapcsolom, az már sok. Ezt ki, ezt be. Pingom nincs mit kattingatok, szóval... Így mindenki ki van kapcsolva. Vagy a közepét nem kell összekapcsolni, vagy csak ezt a kettőt kell bekapcsolni. Vagy az a lényeg, hogy kékek legyenek? Igen. Igen. Ő ilyenkor nem kap. Igen, ő kap, ő nem kap. Hát, elkattingatunk itt egy darabig szerintem. Ez így kék. Ők megvannak. Ők is bekékülnek, de ha téged nyomlak be, te kékülsz be, és ha téged, akkor te már piros vagy, de te még nem futsz. Te kék vagy, de ilyenkor te inaktív vagy, míg te kék maradsz. Még így sokan vagytok. Oké. Igen. Tessék, mindenki kék. Újra. De így legalább elindult. Olyan sokat nem is kellett rám várni. Megint villog a gomb. Szóval most optimális lett a nyomás. Kivettük az atomrudat innen. Ami nem tudom miért keresett, ott be van állítva a fúzió, ki van találva a félvilág, minden be van konfigurálva. Úgyhogy nyomjuk meg ezt a baromi nagy piros gombot, ami világít. És hát lezáródik. Onnan hiányzik a csavarunk. Nice, this engine works, but better to stop it for now. No need to set my workshop on fire. Azaz, csodás, ez a motor működik, de jobb, ha leállítom most, mert nem akarok tüzet a műhelyemben. Épp ez a motor működik, de jobb, ha most leállítod, nem kell felgyújtani a műhelyemet. Kösz. Engine is going. És megér remegve elindul. Next chapter, mi van még hátra? Van még itt láda. Így állt-e át Laci fizet. Ó, pajszert is kapunk. Nice.
Próbárt is elrakjuk. Próbár. Na nézzük. Of the machines from this usual expedition, this one by far the most problematic, even dangerous. It's exactly brought us a number of problems and the objects unpredictable. Nature caused a few wounds to Dr. Pistike, bár Bram, szóval most nem is ő van, mert már kolonál van itt. Face along with his interns. Who was in charge that afternoon? We are... Ah, le lett cserélve az öreg szerintem. Meg csak a gond volt vele és veszélyes volt, de mindjárt lefordítjuk telefonon keresztül is. We are guessing that this machine's purpose is to act as a link between the pistikék, egy S betű ott van legalábbis, azért gondolom, hogy több eszám, and the lecadon seat, valami, ki van takarva, thanks to its many cables. As a safety measure, the device has been unplugged this dismantled into separate price pieces before being sent to Earth. Szóval az űrből küldték nekünk ugyebár ezeket a dolgokat, amit találnak a Földre. És hogy a biztonságos mérése az eszköznek, hogy biztonságban legyenek, és szét vannak húzogálva a dolgok, és szét van szerelve, és így elszeparálva küldték a Földre darabokban. Azaz mielőtt elküldték a Földre, ezelőtt szétkapták. Fiat Team 416, lead by Colonel Scrutte. Note, it's a adverse signal, not power it up again before putting into display it in the museum. Az a kiállításon előtt nem adunk neki áramot. Heavy containers, manx. Hét komplement, sokkal prof, izó megfelelés és víz megfelelés nyomás. Németországban készült. R14. Nézzük meg akkor, hogy mi van. Mint mond az okos telefon fordítása? A szokatlan expedíció 8 gépek közül messze ez a legproblémásabb, sőt veszélyes is. A kitermelés számos problémát okozott nekünk, és az objektum kiszámíthatatlan természete néhány sebet okozott doktor arcán, drónnak írja egyébként, mert belebolondul a fordító. Gyakornokával egyedül az van a zárójában, along with his interns. Ki aznap délután volt felelős, úgy sejtjük, hogy ennek a gépnek a célja összekötő szerepet töltsön be az akármi és az Addison között köszönhetően sok kábelnek, biztonsági intézkedésként az eszköz kihúzták a konnektorból és külön darabokba bontottak, mint a Földre küldték volna. 416-os terepcsapat Shroot ezredes vezetésével, azaz Colonel Shroot, Shroot és az ezredes a Colonel. Megjegyzés tanácsos, hogy ne kapcsolja be újra, mielőtt kelten a múzeumban. Mint Oxibo, do not reactivate. Ne aktiváljuk vissza. A Google nem akarja az igazságot, hogy elolvassa nekünk. Megjegyzés, ne aktiválja újra. Érdekes. És akkor itt mit ír róla? Ugyebár 7-es rekesz, üsléselló és vízálló. Nehéz konténer. Németországban készült. Jó. Bár jobb oldalt a leger fölött, ugyebár ott a kis címke, ami keretben van, ott gyönyörűen írja, hogy JPN Trans, azaz JPN TRS, azaz Japán Transport. Érdekes. Meglátjuk, mire leszünk jók. És R14 azt mondta, és mást én itt nem látok. Gyanús egyébként, hogy ott kint van fény. Lockblock azt mondja. Az ott meg van csesződve. This lock looks... This lock looks like it has been taken quite a bit breaking. It would be pretty easy to force. Azaz... Úgy néz ki ez a lakat, hogy meg van egy kicsit sérülve. És könnyű kis erővel szépen letörni.
Úgy néz ki, hogy ez a zár elég sokat veret, elég könnyű lenne elröltetni. Lesz-e neked magyarsággal fordító rendszer. De hát azt mondom neked, hogy nyek. Recs. Oké. Azt mondták, hogy nyissuk ki. Opa. Szóval te most szivatsz. Itt az R14. Köszi. R14. És akkor kaptunk egy DJ pultot drum and bass megoldásokkal. Nagyon cuki. Nem pofázik róla semmit. És nem lehet velük csinálni semmit. Azt nem mondta, hogy ez mind konténer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 konténer. Az ott egy üres. És mi a terv? Amúgy. Igen, ennyit lehet rajta forgatni, tovább nem. Bár hogy húzom a legeret, és innen is kikattintunk. Nem engedi, akkor így. Na, ott van valami alatta, szóval akkor igen, ezek a tároló rekeszek, viszont... Mi a terv? Roki, hogy az ott szépen el lehet húzigázni. Vagy nem úgy van beállítva... De úgy van beállítva, mint itt a képen. Szóval ennek nagyjából úgy mennie is kéne. Powert nem engedi. 73. Nem engedi elvenni. Van talán egy. 9H. E9. F. Egy 2-es. 73. C. Annyi kódunk volt csak, hogy R19, szóval, vagy 14, szóval what? Mire kéne most rájönnünk? Én nem találtam meg egy levelet, mert itt meg csak hatosok voltak ezen a lakaton. Yet another things they will ask me to pay for. Még más dolog ők fogják mondani nekem, hogy fizessen ki. Valószínűleg ezt ki kell majd fizetnünk a lakatot. Még egy dolog, amit meg fognak kérni, hogy fizessek. Nicece. Ennyi? Más nem tudunk meg róla? Más nem tudunk meg róla. Jó, látvány szerint itt nincs semmi. Sose. Most vagyom vagyok vak. Vagy nem értem. Vagy mi lenne a cél? Hogy ebbe az irányba álljanak a dolgok, azaz forgassam át, mintha így lennének? Az a zöld. Igen. Igen. Így. Látványra nem jelent meg, ezt tovább tudom tekeni? Tovább hát. Most akkor ki kéne találnunk egy kódot. De jó pofák, és melyik irányból? Mert ott mondjuk van C. Ja, hogy mindegyiket máshogy fogjuk tudni kinyitni, mi? És mi van még rajtad? 67. 7. 6. Az megtalálva. Kinyílt. Aha. Jó, hát tegyek, hogy ilyen darabonként kell kinyitogatni, Nice. Akkor te ott nem létezel. Jó, hát akkor a következő konténer, amit meg akarunk nézni, legyen a piros, 46, és P. P betűnk van, úgyhogy P, 46. Még egy darabka. Machine part. Jó. Ezért lehet ezt itt tilitolizni, jól van?
73 F. Jók a fejtörők benne egyébként, szépen rá lehet jönni a dolgokra. Szerintem. Na, azon már van egy atomsugárzás, ja, nem csak az a három pöttyök. Ó, és milyen szimbólumok meg, és ez két dolog. Egy káble, két káble. Ezek kábelek. Jó, és akkor még ki kell nyitnunk három konténert, aminek az egyiknek 9. Sőt. Nézzük a nagyot. E9. Azt is ki tudjuk írni, mert E009. És nem. Pedig az ott E9. Kérdés, hogy... arra lehet mozdítani? Nem lehet arra mozdítani. Igen, mi van még ott? 8. 9 meg 8 az 17. Akkor 17 lennél? Nem. Vagy... Vagy 9 meg 8. Az 98. Még egy darabka, oké. És akkor már csak egy helyünk van, viszont kettő cuccunk. Téged le tudlak duplázni? Nem. Kábeleket? Nem. Ezt, amit most találtunk? Nem. Mert elvégben nem hiányzik akkor belőle semmi. Jó, most szeretném kideríteni a zöldet. Nulla kilenc. K. Mivel X-ünk nincs. K. 09. Siker. Itt is két kábel van min. 1. 2. Ezek egymáshoz mennek, azaz a kábelek össze vannak pakolászva, és maradt a zöldike, mármint a kékike, ami egy kettessel indítunk. És baromi jó pofa. Kettő, három, akkor szerintem az vagy 23, vagy 32 lesz. Kettő. Kettő. 22. G. Akkor ez egy G22. G22. Nincs egyszer. Na hát van két vezérlőnk. Hát ezek ilyen kicsi modul darabkák. Ki is rezeteli magát. És kinyílt a lucsó darab, a sisak. Viccelek. What did this machine to do deserve to be dismantled? Let's get to it. Mi lehet ez a gép, hogy itt szétszették? Derítsük ki. Mivel érdemelte ki ez a gép a szétszerelést? Térjünk rá. Hát szerintem a derítsük ki az jobb. Chapter 7.
Szerintem ez a Lucsó pályánk. Machine shipped in separately piece. They really do everything they can to make my life more miserable. Let's look at it. A gép szállították szétszedett darabokban. Külön darabokban szállította a gép. Tényleg mindent megtesznek azért, hogy életemet szánalmasabbá tegyék. Nézzük meg. Szerencsétlennél végül is. Ha csak a miserable-re fordítunk, akkor nem szánalmast ad ki. Nem úgy, hol van a... Tumunk. Érdekes kis masina, szerintem ebben fogunk elszórakozni a legtöbbet. De majd legközelem. Úgyhogy... Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok. Remélem tetszett, ha igen, ne felejtsétek el lájkolni. És találkozunk legközelebb. Az szerintem a záróadásra lesz ennek a játéknak. És köszönöm, hogy voltatok. Sziasztok!